Sziasztok! Mielőtt belevágnánk a mai videóba, szeretnénk nektek megköszönni, hogy már több mint 70 ezeren követtek minket. Hálánk jeléül ma egy olyan témát hoztunk el nektek, melyet ti ajánlottatok. Az egyik előző videóban arra kértünk titeket, hogy írjatok videó ötleteket, melyben az egyik komment az univerzum rejtélyeire vonatkozott. Sokatoknak tetszett ez az ötlet, úgyhogy ma egy ilyen dologról lesz szó. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Történetünk a 60-as évek Szovjetuniójában játszódik, ahol ekkor már javában zajlott az űrverseny Amerikával szemben. Mindkét nagyhatalom célja az volt, hogy elsőként küldjenek embert a Holdra. Ha már itt tartunk, nyomjatok egy lájkot a videóra, ha kiskorotokban ti is űrhajósok szerettetek volna lenni, kommentben pedig írjátok meg, hogy milyen szakmában képzelitek el magatokat a jövőben. Visszatérve a témánkra, a Holdra szállás végül az amerikaiaknak sikerült 1969-ben, de mi történt a szovjetekkel? A 60-as évek első felében a szovjetek hatalmas összegeket fektettek a Vostok programba, amely azonban egy csapásra véget ért, amikor a program fő konstruktőre, Szergej Koroljov 1966-ban meghalt. Ekkor tértek át az új generációs Soyuz modellekre, melynek fejlesztése nem a várakozásoknak megfelelően alakult. De mi volt a probléma? Az időhiány. A szovjet vezetők hallani sem akartak róla, hogy az amerikaiak előbb hódítsák meg a Holdat, ezért a szőnyeg alá seperték a Soyuz modellekkel kapcsolatban felmerült hibákat. Egy szóval ez az új program még messze nem állt készen arra, hogy éles helyzetben helytálljon, hatalmas kockázattal járt felküldeni azt az űrbe. Vlagyimir Komarov, az űrhajó pilótája már valószínűleg ekkor tudta, hogy nem tér vissza élve, mivel indulás előtt azt mondta, hogy nyitott koporsóban temessék el, hogy mindenki lássa, mit műveltek a szovjet vezetők. A terv az volt, hogy Vlagyimir Komarov egyedül indul útnak a Soyuz 1-jel, melyhez másnap csatlakozik a Soyuz 2 három fővel a fedélzeten. Ennek a repülésnek a célja egyébként még nem a Holdra szállás volt, csupán egyfajta tesztelés. Ahogyan az várható volt, a tervbe hiba csúszott, a Soyuz 1-en jelentkező technikai problémák miatt a Soyuz 2 felbocsátását lefújták. Komarov tehát egyedül maradt, egy hibákkal küszködő űrhajón. Az indulás másnapján ezért meg is kapta a leszállási parancsot, azzal a szigorú kikötéssel, hogy kizárólag szovjet területen érhet földet. Ez nem bizonyult egy egyszerű feladatnak, miután a hely meghatározó szenzorok meghibásodtak. Ha ez nem lett volna elég, leszálláskor a főernyő nem nyílt ki teljesen, ezért a kabin 700 km/h sebességgel csapódott a földbe Orenburg városának közelében. A becsapódás után a kabin ki is gyulladt, így nem sok maradt Vlagyimir Komarovból, akinek maradványaira hosszas keresés után leltek rá. Ő volt az első űrhajós, aki életét vesztette egy űrutazás során, a következő években sajnos többen is így jártak. Komarovot a legnagyobb szovjet hősök közé temették el a Kreml falában. Végül, de nem utolsó sorban érdemes megemlíteni, hogy Komarov hőstettével a sokatok által biztosan ismert Jurij Gagarin életét mentette meg, aki a Soyuz 1 tartalékpilótája volt. A katasztrófának hivatalos felelőse a mai napig nincs. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára. Találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!